Na most pedig akkor következzen társulatunk egyik legfrissebb fellépője, aki először megörültem, mert mondta, hogy az orvosira jár, mondom, milyen jó, rosszul leszünk, külön meggyógyít. Aztán kiderül, hogy majd boncolni fog. Azóta mosok is, hogy életen összeesek, egyből felvág, hadd gyakoroljon. A következő fellépő, Kőmíves Sanyi, egy nagy tapsot kérek neki. Köszönöm szépen. Hát Bordbúzett békességet. Kőmíves Sándor vagyok, 24 éves egyetemista. Évente 200 métert úszom, fürdőkádban. Naponta 100-szor lövök kapura, PlayStation-en. Napi egy doboz cigit szívok, és havonta egyszer be is rúgok. Pedig egy fillért nem költök multivitaminra. Hát rólam röviden ennyi. Azt kell rólam még tudni, hogy Sátoralja Újhelyből érkeztem, amit az emberek nagyon gyakran összekevernek Salgótarjánnal, és mindenki megkérdi, hogy húbad meg, és a Győzikét ismered? Hát végül is olyan 200 kilométerrel arrébb lakik, úgyhogy elég ritkán szoktunk találkozni. Sátoralja Újhelyről valakinek Kazinci és Kossuth Lajos jut eszébe, de itt említeném meg óriási büszkeségünket, hiszen városunkból indult Magyarország első Oscar-díjas színésznője. Ha elmondom, hogy ezt a filmet Kovi rendezte, és őt Michelle Vágynak hívják, akkor kiderül, hogy ez pornó Oscar, de erre is illik büszkének lenni, illetve nálunk tölti szabadságát a Viszkis és Magda Marinkó is. Egy egész jó kis bungalóink vannak. Szabadidőmben nagyon szeretek olvasni, donárt kacsázni. Azt, ha valaki nem tudja, micsoda, hát az úgy néz ki, hogy egy szál pólóba mesztelen alsó testtel gyakorlatilag semmi értelmeset nem csinálsz. És hát szeretek kocsmát látogatni, itthon és otthon. Na most Sátoralja Újhely egy 20 ezeres város. Mindenki ismer mindenkit, és mindenki alkoholista. De havonta jó sztorik történnek, tehát lemész, és akkor megkérdezik, hogy mi újság van veled. 6 éve ugyanaz, de ezt havonta el kell mondani. Egyetemre járok, nem baki, csak 6 éves az egyetem. És amikor fennkölten akar fogalmazni az ember, akkor azt találom néha mondani, hogy hát még mindig az állam tőgyét szopom. Na most ez, ennek a mondatnak a megértése teljesen fordított arányban van az elfogyasztott kommersz körték arányával. Úgyhogy akkor már nem próbálkozom, amikor ez sok, és csak ennyit mondok, hogy tanulok. Odáig meg egészen ritkán jutunk el, hogy ha az állam egy tehén, akinek én a tőgyét szopom, akkor maga az egyetem egy bika, akivel ugyanezt csinálom, csak máshol a lába között. És hát van nekem egy nagyon nagy cimborám, egy tanító mesterem. Ivánnak hívják, és 7 év alatt még nem találkoztunk úgy, hogy az egyikünk is józan lenne. Ő egyszer azt gondolta, hogy majd jót tesz velem, és megtanítja, hogy hogy kell a lányoknak örömet okozni. Hát ő nem így fogalmazott, csak azt mondta, hogy gyere, megtanítalak pinát nyalni. Na most az én átlagon aluli testemmel nem merem azt mondani egy 180 centi 150 kilós embernek, hogy majd máskor. Elmagyarázta, köszönöm, bejött, és 7 évet vártam arra, hogy találkozunk, úgyhogy mindenképpen józanok vagyunk, ez sikerült. Ugyanis nyílt Sátoralja Újhelyen egy boppája, felmentem, Iván az indító, nem mondom, ebből jó nem fog kisülni. Azt mondja, hogy tudsz mindent? Mondom, tudok mindent. Azt mondom, még egy dolog, mondom, micsoda, előzni nem ér. Szokták kérdezni mostanában, hogy újra elkezdődött az iskola, hogy milyen volt a nyár. Hát 12 naposra sikerült, úgyhogy sok minden nem fért bele. Leginkább donárkacsázással telt, és betegre untam magam, mert július vége és augusztus eleje között két dolog nincs a tévében, amit én nagyon szeretek, foci meccs és Josi barát. Foci meccset még csak-csak talál az ember. Ilyenkor szokták mondani, hogy annyira szép ez a magyar nyelv, de nagyon nehéz megtanulni, és néha a magyar embereknek sem sikerült. Tehát ilyen bakikat lehetett csak elcsípni, hogy és Van der Sar az egyenes kieséses rendszerben csak egyszer kapott gólt. A Porto ellen 2. Másik az az volt, amikor egy Milan meccset közvetítettek, és mondta a kommentátor, hogy és Gattuso még mindig sántikál, de már a saját lábán. Tehát addig kiment a cserepadra, és elkérte valakit, hogy neked úgy csak kell adni ide.
és hát még akkor hadd beszéljek a kedvenc műsoraimról. Én például nagyon szeretem a Balázs Úrt, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mindig látni, hogy mi lesz az utánpótlás, tehát igen, majd 20 év múlva ezekből mi lesz. Hát nem sok jót jósolunk ki ebből. Előadnék egy fiktív jelenetet, ami nem történt meg, de bármelyik adásba beleférhetett volna. A főcímdal bejön Balázs, halál laza, majd szétesik. Minden délután kívánok mindenkinek. Mai műsorunk vendégei azért jöttek el, hogy elé álljon a szívük választókik elé, és elmondják nekik, hogy nem bírják nélkülük elképzelni az életüket. Érkezel is első vendégünk, Ricardo. Ricardo bevonul egy laza Dopman számra, mondjuk a megbasztatra. Diszkréten rágózik. Van vagy 40 kiló az egész gyerek. Csattos makkos cipő, fehér susogós nadrág és fekete testes simulós póló, amiben látszanak a bordái. Üdvözlök mindenkinek, szabad Balázs! Szevasz Ricardo, mesélj magadról valamit. Miért jöttél most ide? Hát fél éve voltunk egy helyen, spanokkal piáltunk. Volt ott egy csaj, hesszelgettem. Ő is hesszelgetett. Rámentem, csörögtünk, megfogdostam, hagyta,